A miskolci gangsterrapper MC Isti európai turnéjának legújabb állomása Olaszország volt. Hamarosan kint vagyok. MC Isti! Kroácia! Isti bebizonyította a hétereknek, hogy maga mögött hagyván a miskolci betondzsungelt, képes volt eljutni nagyon komoly helyekre. Na itt vagyok Itáliában, gyerekek! A tengeren eljutottam idáig is. Hát amerre látok, csak víz van mindenhol, csak ez már az óceán! Mert aki külföldön van, az az igazán sikeres ember. Na mit szóltok, van nektek ilyen életetek? Én ide is eljutottam, látjátok? Isti a megérkezés után azonnal neki is látott a tartalomgyártásnak és a legkomolyabb úti filmet forgatta. Na szavaztok, sziasztok srácok, itt vagyok kint. Az utazás alatt egyetlen Miskolcon nem őshonos pálmafáról sem maradtunk le, de még egyetlen fűszáról sem. Ezt figyeljétek, pálmafák, növények, itt a fű. Ezt figyeljétek, ezt a növényt. Ez nagyon komoly. Gyönyörű növények. Ezt a gyönyörű helyet nézzétek. Ilyen pálmafa sem Miskolcon, meg se Pesten nem lesz. Isti mindent bemutatott, amit csak látott, és a legkomolyabb szókincsel narrálta a műsort. Tehát útközben találtam egy nagyon komoly helyet. Itt ezen a komoly helyen, komolyság van itt ezen a helyen. A legkomolyabb helyeket mutatom nektek, legkomolyabb részeket. Legkomolyabb helyek? Ez egy nagyon komoly környék. De amúgy nagyon komoly, srácok! Egy ilyen komoly kis helyen vagyok. Ez a legkomolyabb live. Nagyon komoly a hely, gyerekek. De nagyon komoly helyen vagyok. Komoly, komoly a hely. Mit mondtok? Elég komoly, mi? A legkomolyabb hely. A flancolás az bezzeg megy, hogy még olasz fű, meg olasz bikinis lányok között van. Közben itt vannak a hölgyek már. Mosolyogtam a hölgyekre. Lányok között vagyok Olaszországban. Isti a tévéket megszégyenítve megvalósította 2023 legjobb valóságsóját, a Croatia Express-t. Shaken espresso. Isti az utazása során nem kisebb hírességekkel futott össze, mint a Gangsta Zolival. Ciao, Lisa. Ciao. Beszélsz magyarul? Huh? What are you doing? An actor. Tourist? Yes, sir. Tourist, yeah, good, good, okay. Szóval úgy néz ki, mint Gangsta Zoli a pali. Egy olyan valóságsót megnéznék, hogy az MC Isti megy el a Face Gymbe, meg a Louis Vuittonba, és neki folyamatosan narálnia kell a dolgokat. Influencerek és tartalomgyártók járnak ide. Istit az irigy magyar csettelők könnyen ki tudták hozni a sodrából azzal, hogy megírták neki, hogy nincs is külföldön. Nézem a hozzászólásokat, a kommenteket. Milyen Pestről beszélsz? Milyen Pestről beszélsz te? Soha az életben nem lesz Miskolcon ilyen hely, haver. Ki van Miskolcon? Te ülsz a putriba otthon? Milyen Miskolcról beszélsz, te szerencsétlen? Több százezer kilométerre vagyok Magyarországtól, milyen nyíregyházát beszélsz? És itt megragadom az alkalmat, mert egy helyreigazítást kell eszközölnöm. 2023. április 14-i adásunkban tévesen állítottuk, hogy Köröskényi Biodráma István a Norbert Stew miatt mutogatja a hűtőt. Sziasztok, ezt a videót pedig Dancsó Péternek küldöm. Kóla videó, meg ez, meg az, meg stb., amiket te beszélsz. Ezek nem úgy működnek, hogy te gondolod. Az a baj, hogy te tévedésbe vagy esve. Dancsó Péter. Péter, ön a leggyengébb láncszem. Viszlát. Norbert Stewnak meg nekem semmi bajunk nincs egymással. Volt egy török srác, akivel én összekaptam egy török gyerekkel. Ő nem a Norbert Stewnak mutogatja a kóláit, hanem a töröknek, azaz Selim Edkárnak. 26-okon van török, amiért te a célpontomban állsz. Te vagy a tettes, én az áldozat, te nagyon vigyázz. Aki ironikusan Egerben lakik. A török meg ott van Egerbe, a semmibe. Akkor végül is Isti pedig nem más, mint maga Dobó István. Lányok között vagyok Olaszországban. És mindkét ellenségét gyakran emlegette az olasz kiruc alatt. Na a Stu... Az mikor mutatott nektek ilyen helyet? Mikor mutatott nektek ilyen helyet a Stú? Semmikor? Hát Norbert Stú az biztos irigy, meg olyan lányjal voltam reggel, gyerekek, olyan lányjal. Na van ez az azarája, akiről akkor hallottam először, amikor szextépet forgatott a magyar Pamela Andersonnal egy WC-ben. Eléggé trombózisbe estem konkrétan. Na ő felhasználta az egyik eufóriás klipjében a gangster rapper egyik depressziós beszédét. Így lett az Istinek több milliós hallgatottságú száma. Milliómos vagyok, na. Csak hogy senki nem kért az Istitől előtte írásos hozzájárulást, de még a GDPR-t se írották alá vele, ezért az Isti 250 millió dollárra perli az azaráját. Engem beletett a videóklipjébe, és egyébként nem volt megengedve, hogy beletegyen engem. Végül is az MC Isti miatt néztem meg én is a klipjét, úgyhogy plusz nézettséget hozott neki. Tiszta Mühmeier az a gyerek, az az azaria. Az azarája hatalmas Metallica rajongó lehet,
és mondták, hogy a gangster rappelés előtt ő is YouTube-os volt Paul Street néven. Ebből legalább megtudtam, hogy az igazi neve Pali. Azaria. A Pali minden bizonnyal a Simpson család egyik szinkronhangjáról, Hank Azariáról nevezte el magát. Ping Pali Pong, Pigi Pali Pong, Pong, ez nem tudom, hogy micsoda, hogy milyen zenét játszik, hogy ez a magyar népnek ez miért tetszik egyébként. Na, az Isti nagyon kiakadt, hogy nem fizetett neki a Pali jogdíjat, ezért ő is a török, azaz Szeli Metkár és a Norbert Stew sorsára jutott. Úgyhogy őről fogok majd beszélni a következő zenémbe. Ha elkészül ez a beef rap, akkor első kézből fogok tudósítani róla a csatornámon, mert ez nem maradhat szó nélkül. Ping, pedi, pong. Ez a Bizsú Brigitt koppintású biodráma póló, ez teljesen beleégett mostanában a retinámba. Amúgy illik is hozzá, mert van nála mind a kettőből bőven. Drámából is, meg bióból is. Ping, pedi, pong. Pigi, pedi, pong, já, pong, gyerbe. Az itáliai mafiás nyaralás nehézségekkel kezdődött, mert többek között az Istinek meggyűlt a baja a jugoszláv gyártmányú szelfibottal. Nem tudom, most hányan nézitek az adást. Meg vagyunk vele elégedve, jugoszláv gyártmány. Istinek feltűnt, hogy vizes a tenger. Hú, elég vizes egy kicsit ez a part. Bár ránézésre Isti a siófoki Petőfi sétányon is lehetne a holt szezonban. Ugye ez annak a pénztárcájához jó, akinek megvan rá a lóvéja. Isti művészi szintre fejlesztette a tarhálást. Aki tud segíteni a számlára egy kis pénzt utalni. Küldjetek már, legyetek szívesek a bankkártyámra. Ezen is most jelenleg most potyázok. És leszállítottak a vonatról. Bankszámlaszámom tudjátok, aki akarna segíteni, ha utaltok valamit. Aztán akkor, ha estére összejönne valami, akkor nyomnék egy live-ot cserébe. Ha tudtok dobni egy rövid katyára, hogy bemenjek a tengerbe. Ha tudtok támogatást küldeni még, akkor be tudok menni egy ilyen klubba. Támogatok, mert most várom, hogy anyám is segítsen Miskolcról. Nem kéregető vagyok, hanem előadó művész vagyok, közszereplő vagyok. Tehát, hogyha nem utaltok, akkor én már megyek vissza Miskolcra. Nincs pénzed a nyaralásra? Hát nyaraljál otthon! A Csibész Pisti 8 napát éve ment, csak a mi kedvünkért. Mert 8 napát éve megyek gyerekek ideig, 3 euró. Isti mint egy komoly kondorkesejű körözött az ingyenes wifi körül, ezért gyakran rossz minőségű kerítésszaggató live-okat kaptunk csak tőle. Munkahely iránt megyek. Dobó István az olasz turné közben bejelentette az európai koncertturnéját is, az MC Isti Around the World-ot. Megyek be Barcelonába, tehát és Milánóból megyek Svájcba, és onnan megyek Németbe, és úgy megyek fel Dániába. Kimentem Németországba, véletlenül keveredtem ebbe a buliba. Onnan már Amerikába megyek. Kroácia! Pisti elhatározta, hogy Németországban felkutatja a kedvenc női rapperét, a Svesta Évát. Leszek Németországba, és van az a rapper csaj, akit mutattam nektek, Svesta Éva. És azt a rapper csajt, azt meg akarom keresni, a Svesta Évát. Azt meg akarnám keresni, mert Németországban lakik, és én Düsseldorfon fogok keresztülni egy közös videó, egy közös fotó. Eddig sajnos nem ismertem a művésznőt, de rákerestem ezután a Deutsche Mercedes rapper Svesta Éva munkásságára. És hát azt vettem észre, hogy ez az Évácska, ez egy nagyon olcsó nia koppintás. Jöttem, láttam, felnőttem, győztem, igen, én így döntöttem. Derítsétek már ki, hogy hol lakik Svesta Éva, mert hogyha megtudjátok azt a csajt, hogy hol lakik, én felkeresem. Send me location. Remélem összehoznak majd egy feat-et az Évával, és újabb trackkel bővül az MC Isti album. Jövő héttől rendelhető, ott én vagyok rajta, első MC Isti CD. Csak vigyázzon, nehogy a bosszúállók meglássák ezt a borítót, mert ráküldik a vasembert az Isti menedzsmentjére. Az albumon olyan komoly zenék találhatók, mint a Bejöttem a hip-hop ipar szóközba. A zene iparban nyomulok már rég, nem tudsz mit tenni, mert köröskény a név. Valamint rajta van ugye a Steven Seagal. A Steven Seagal című szám pedig már masztereléssel is készült, szóval nagyon komoly technikák vannak ebbe az albumba. Mindegyik dal masteringelve van, tehát egy alkalmazással ki van keverve. A legrosszabb munka, tyúkolakat mustunk Németországba. És igen, igen, itt van rajta a híres Szervkereskedelem című sláger is. Szervkereskedelem! A Fekete Műveletek című gyártelepen feszítős klipjében újra felszínre kerül az elfojtott agresszió. Törnek a csontok, robbannak a fejek, ezek fekete műveletek. Az albumot pedig a Hangok című szám zárja, mert ők szólnak mindig az Isti fejében. Ping, pedi, pong, pigi, pedi, pong, já, pong, gyere, bé. Az itáliai élményekkel gazdagodva az Isti egyből ihletet kapott, és már készítette is a következő zenéjét. Legújabb dalnak a reflénye az lesz, hogy a lábamon a cipő Memphis. Velem, haver, nem bírsz. Kint vagyok, külföldön, ennyi, az egész.
Ez lesz a refrén, gyerekek, ez lesz a refrén az új repzenében. Ebből a számból még csak a refrén készült el, de biztos lesznek majd hozzá belezék is. A lábamon a cipő, Memphis. Velem, haver, nem bírsz. A másik pedig az inasok dolga. Hogy meggyújtsák a cigimet, az az inasok dolga. Hogy levigyék a kocsimat a parkolóba, az az inasok dolga. What? Hogy kimossák a zoknimat, az inasok dolga. Ez az inasok dolga. Tudod, haver, az inasok dolga. Szerintem ez a szám tetszene a Svesta Évának. Nekem múltkor mondta az Éva, hogy neki bejönnek a Memphis cipős srácok. Én az Isti helyében nem teketóriáznék, egyből ráírnék az Évára. Figyeljetek, fekete lány jön most, fekete lány. Fizess elő a streaming szolgáltatásomra, a csatornám DLC-jére, a VIP csatornatagságra. Ezen a varázslatos helyen további több mint 200 videómat csodálhatod. Majd még jelentkezem, addig is utaljatok, hogy tudjak menni én is olaszba. A lábamon a cipő, Memphis. Velem, haver, nem bírsz. Kint vagyok, külföldön, ennyi, az egész. A lábamon a cipő, Memphis. Velem, haver, nem bírsz. Kint vagyok, külföldön, ennyi. Ping, pedig, pong, pipa, pong, gyápa, gyerbe.